diákok műsorával kezdődött a várva várt iskolátadó nagy dorogon. Közel 600 millió forintból valósult meg a Széchenyi Sándor általános iskola fejlesztése, felújítása és bővítése. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója elmondta, 2017-ben nyújtották be a pályázatot a fejlesztésre, amin 430 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyertek el. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a 430 millió forint kevés lesz a projekt megvalósítására, ezért a kormány további 160 millió forintnyi többlettámogatást biztosított a projekthez, így alakult ki ez a közel 600 millió forintos költségvetés. Ugye, hogyha az iskola felé nézünk, akkor látjuk, hogy a nagyiskola épülete bővült egy közel 380 négyzetméteres épületrésszel. Ebben igazgatóiroda van, igazgatóhelyettes iroda, technikaterem, háztartástanterem lett kialakítva. A nagyiskola épülete és egyébként a kisiskola épülete is teljes körű felújításon esett, tehát minden tanterem és a közösségi terek is megszépültek az épületben. Hogy legyen hely a tehetséggondozásra, a fejlesztésekre, korábban hiányoztak a kis csoportos foglalkoztatótermek, ebből mind a nagyiskola épületében, mind a kisiskola épületében újonnan kialakításra került néhány kis terem. Ha átmegyünk a kisiskola épületébe, ott hatalmas 75 négyzetméteres tantermek voltak. Ezekből a tantermekből mi 25 négyzetméteres kis csoportos foglalkoztató termeket választottunk le. Itt is teljes körű felújítás volt, a földszinten megújultak a vizes blokkok, és hogy a gyerekeknek a szabadidőt is legyen hol eltölteni, játékokat telepítettünk mindkét udvarra. Abban, hogyha egy évvel ezelőtt körbejártuk volna az iskolát, akkor 40-45 évvel ezelőtti állapotokat találtunk volna, úgyhogy úgy gondolom, hogy ráfért az iskolára a felújítás. 1000 négyzetméternyi padló felület lett hideg burkolva, 320 négyzetméter PVC-t ragasztottak le a kivitelező kollégái, 280 négyzetméter falfelületre csempe felragasztva, 11.400 négyzetméternyi felület lett glettelve és festve több alkalommal. A pályázat másik fontos irányvonala a sportberuházás volt. Szerettük volna felújítani azt a salakos pályát, ami 51 néhány évvel ezelőtt készült, és azóta nem lett felújítva. 1995-ben épült a tornacsarnok épülete, ami ugyancsak problémás volt, folyamatosan beázott, a parketta tönkrement, kevés volt az öltöző, kicsi volt a kiszolgáló helyiség, ezért ugye itt is építettünk egy 180 négyzetméteres új építésű épületrészt, amelyben új öltözők találhatóak, hozzátartozó vizes blokkok találhatóak, és hát teljesen megszépült a sportcsarnok is, kívülről, belülről, cserélve lett a tetőszerkezet, és a parketta helyett is sportpadló van a padlón. A felújítás nem egyedi. Magyarország kormánya soha nem látott iskolafejlesztési programot indított el 2017-ben. Az összesen 61 milliárd forintos projektet eddig közel 25 milliárd forinttal egészítette ki a kormányzat. Ennek a része volt a nagydorogi általános iskolában megvalósult beruházás is. Hogyha az összes tankerületi iskolát összevetjük, akkor nagyságrendileg kb. 1000 intézményünk újult vagy újul meg az országban, hogy az elmúlt tehát 5 évben, tehát a 2017 óta, hogyha azért erre meg büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, mert ez tehát fontos. Hogy a szakmai munka nyilván az adja a dolognak a gerincét, de azért nem mindegy, hogy milyen környezetben mennek be a gyerekek. Vagy egy 21. századi környezetben, ahol tényleg megfelelő infrastruktúrális körülmények fogadják őket, vagy pedig egy régi lelakott iskolaépületbe. Erre azt tudják mondani, hogy ez tényleg ez egy alma mater. Azért azt látni kell, hogy az, ami most az elmúlt években zajlott, ehhez fogható iskolafejlesztési program az elmúlt évtizedekben, vagy a korábbi évtizedekben nem volt Magyarországon. És nem csak az épületek újulnak meg, de hatalmas informatikai eszközbeszerzés és kiosztás is megvalósult, és most is jelenleg is zajlik. Éppen 120 ezer laptop kiosztása zárul nem sokára jövő héten, úgyhogy hát folyamatosan fejlesztünk, tényleg mindenhol azt kell, hogy mondjam.
Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Elmondta, számos fejlesztést hajtottak már végre a térségben a kormányzat segítségével. Ez a cél, hogy a fiatalok itt tudjanak maradni a településeken, ahhoz jó iskola kell, mert a gyerekeket itt tudják iskolába járatni, jó körülmények között, és erre alkalmas ez a iskola együttes. Ugye most már megújult a sportcsarnok is, a gyerekeknek ez nagyszerű dolog, tudnak sportolni, jó levegőn, szülők, hál' Istennek most jó úton tudnak eljárni, vidékre dolgozni, és akkor a kisebb üzemet azért még próbálunk majd ide minden településre valamilyen egyéb, mert ne csak Paks legyen egy nagy munkáltató, hanem több munkáltató legyen a régióban. Szilágyi Péter az intézmény igazgatója úgy nyilatkozott, egy új élet vár a tanárokra és a diákokra a megújult iskola falain belül. Sok minden elkészült, sok mindenre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire komolyan megújulhatott ez az intézmény. Hosszú évtizedek óta nem volt példa ekkora méretű fejlesztésekre, és kell egy kis idő majd, míg belakjuk a sok új teret, új környezetet, és a gyerekek is megszokják, meg a kollégáim is az újdonságokat, és kialakítunk egy új életvitelt ebben a nagyszerű iskolában, amit így biztosítottak számunkra. Ugye a régi ütött kopott iskolán még egy 28. sérülés a falon annyira nem látszott, most viszont a legkisebb, hogy is mondjam, csak nekikoccanás is már látszik, és ez örülök, hogy a gyerekeket egy kicsit arra tudjuk nevelni, hogy jobban ügyeljenek a környezetükre. Nagyon-nagyon kíváncsiak, alig várják már, hogy használatba vegyék a sportcsarnokot is, az öltözőket is, az új termeket is, és hát az udvari játékok viszik a abszolút a prímet, úgy kell őket leparancsolni, hogy egy kicsit kössön ez a beton, amit odaöntöttek, hogy végre tudják használni. Reméljük holnaptól már működőképes lesz, és az ő nagy örömükre átadhatjuk nekik is a használatot. Az iskola felújított részeit március 25-én vehette birtokba az itt tanuló 247 diák. Az intézmény infrastruktúrális fejlesztése az EFOP 4.1.2 17/2017 00074-es számú Európai Uniós projektben a Széchenyi 2020 programban valósult meg. Készült Magyarország kormányának megbízásából, az Európai Unió támogatásával.